Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy igét forgattam a szívembe, amit úgy gondolok, hogy megoszthatom veletek, hiszen mindnyájunknak szüksége van egy ilyen nyári időszak után, amikor az ember sok mindenben megüresedik, és kiüresedik a lelki dolgokból. Pál apostol Efézus beliekhez írt levelének a 6. részéből szeretnék néhány verset felolvasni, a 6. rész 10. versétől így szól Isten igéje. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl azért az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazság mellvasában. Nem olvasom fel az összes lelki fegyvereket, hiszen mindnyájan biblia olvasó emberek vagyunk. Aki pedig szeretné tudni, az az Efézus beliekhez írt levél 6. részében figyelmesen végigolvashatja. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltam, hogy a gonosznak van egy olyan munkája, hogy az ember lelki életét elsivárosítja. Azon munkálkodik, hogy az Úrral való kapcsolat meglazuljon, hogy az ember hitben elgyengüljön. És a világ maga is megüresít, elveszítjük a lelkiségünket, a rohanó élet, a mindennapért való küzdelem, a munkahely megtartása, a család ellátása, a szinten maradás rengeteg erőt vesz ki az emberből, és teszi az ember testiessé, és a lelki dolgok a háttérben marad. Testi módon kezdünk el gondolkozni, anyagi központú lesz az életünk, elfáradunk, nehezen visszük a terheket, és egyre kevesebbet akarunk vállalni, és elveszítjük a lelki erőnket. Elveszíti a kiüresedett ember a Krisztusba vetett reménységét, a hitét, minden, ami körülveszi, olyan nehezen megoldhatónak látszik. A kiüresedett ember megsötétedik, és a gonosz helyet kap az életében. És a megüresedett, kiüresedett ember nem tud a kísértővel szemben megállni, és a kísértéssel szemben ellenállni. Nagyon csodálatos az, hogy az Úrnak mindig gondja van az övéire, és az Úr adott egy eszközrendszert, amit felöltözhetünk, és ad lehetőséget arra, hogy megerősödhessünk, és mint Isten gyermekei legyünk jelen ebben a világban. A megtért embert az Úr erőben is hatalomban hívta el a Szentlélek által, és a Szentlélek jelenléte mindig lehetőséget ad arra, hogy megerősödjünk, és újra erőt meríthessünk. Mint Isten gyermekei, királyi gyermekek vagyunk, és az ő erejét és hatalmát közvetítjük ebbe a világba. Az elmúlt években
úgy emlékszem, a Duna TV-ben vetítették legelőször a Teréz anya életét. Aztán itt a közösségben is levetítettük, és beszélgettünk róla. Ennek a filmnek van egy pontja, ami a világban nagyon sok emberben fölteszi a kérdőjelet, hogy a megfáradt, megüresedett ember vajon tényleg elveszíti a hitét, van-e lehetőség a megújulásra. Én nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amit Teréz anya végzett. A lehető legnemesebbnek tartom, és gondolom, ha valaki a szegények között, az árvák, az elesettek, a betegek, a nélkülözők között áldozza fel az életét. Ez a film, ami az életének a dokumentumfilmje, mégis beszél arról, hogy élete végén meggyengült a hite. Nem a szegények iránti szeretete, nem az elvállalt szolgálatban való hűség, hanem azokról a kételyekről beszél, és arról a sötét időszakról, ami nagyon sok emberben felveti a kérdést, hogy vajon miért is volt, és hogy vajon átlendült-e ezen. Nem ad erre választ ez a dokumentumfilm, hogy miért is mondom el ezt nektek. Én is nagyon sokat gondolkoztam rajta a munkámban és a világi köznyelvben is burnout szindrómának nevezik ezt az állapotot, amikor valaki kiég, és már nincs meg az a belső motiváció, ami erőt adna a nagyon nehéz és emberfeletti munkában. Azok az emberek, akik emberekkel foglalkoznak, és más embereknek a terhét viszik, akár betegekét az orvosok, akár a szociális területen dolgozó szociális munkások, vagy gondozók, vagy egészen széles köre van a segítő szakmának, előbb vagy utóbb utoléri őket ez a kiégési szindróma, ami azt jelenti, hogy ha idejében nem kapnak segítséget, akkor nem is tudnak úgy talpra állni. Nagyon sokan aztán jó szakemberek szakmát váltanak, és elmennek erről a területről. Visszatérve Teréz anyán, nagyon sokat gondolkoztam rajta, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy egy nagyon nagy dolog hiányzott az életéből, és erről nem ő tehetett, hanem nyilván az a közösség, ahova tartozott, hogy a Szentlélek közössége, a Szentlélek keressége nem volt ott az életében. Mert a Szentlélek megújít, a Szentlélek megerősít, a Szentlélek elveszi az erőtlenséget, és az ő hatalmas ereje az erőtlenekben nyilvánul meg. Nagyon sok ember, és minden ember, aki lelki munkát végez, is átéli azt, hogy megerőtlenül, hogy nem tud megállni a gonosznak a ravasságával szembe, hiszen nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi fejedelemségek és hatalmasságokkal van a harc, és sokszor nem is vagyunk tudatába annak a szellemi világnak, a sötétség erejének, ami körülvesz, és a világosságot el akarja venni. De ha e helyet engedünk a Szentléleknek, akkor újra és újra átéljük az Úr lelkének az erejét, a megújító hatalmát. Hiszen a Szentlélek olyan, mint a szél, hogy annak a zúgását az ember hallja, de nem tudja, hogy honnan jön és hova megy. És nagyon sokszor a legváratlanabb pillanatban megjelen Isten hatalmas lelke, átjárja és betölti az embert. A napokban én is egy ilyen megüresedett állapotba kerültem,
rengeteg kétel gyötört, és szükségem volt a megerősítésre. Amikor a gondolataimban éreztem, hogy messze kerülök Istentől, a megváltótól, akkor nem volt más fegyverem, csak az, amit itt Pál apostol a 18. versben mond, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által. Elkezdtem lélek által imádkozni, és arra támaszkodtam, hogy Uram, ahogy kéne kérni, nem tudjuk, de a lélek esedezik kimondhatatlan könyörgéssel. A te szent lelked pontosan tudja azt, hogy nekem mire van szükségem, hogy mi az, amivel te engem meg tudsz erősíteni. És aztán végeztem a dolgomat, és napközben azt vettem észre, hogy milyen békesség és szeretet van bennem, hogy milyen világosság tölt el a gondjaim helyett, hogy pontosan tudtam az utat, amin menni kell, amit választani kell, amit tenni kell, amire nemet kell mondani, és amiben meg kell erősödni. Nem tudom, hogy ismered-e a megfáradásnak, a kiüresedésnek ezt az állapotát, de mindenképpen szükséges, hogy felvegyük azokat a fegyvereket, amiket az Úr az övéinek adott, hogy ne erőtelenségbe, ne kétségek között, hanem a lélek erejében tudjon járni. Az Úr gyermekeinek is szüksége van a lelki megerősítésre. Ezért írja a Pál apostol az Efézus belieknek, hogy a megerősítéshez szükségünk van a lelki fegyverzetekre. Az Úr megadta ezt az eszköztárat nekünk, hogy mindvégig megállhassunk, hogy Isten gyermekeiként az ő dicsőségére élhessünk, nem úgy, ahogy a világ fiai élnek, hiszen mi nem azokban a dolgokban vagyunk erősek, hanem a Krisztus szeretetében. A legnagyobb boldogság ebben a világban az Úr gyermekeként élni, úgy járni ebben a világban, mint Krisztus megigazult gyermekei. Az igaz lelkű embert Krisztus igazítja meg. Az igaz lelkű ember az Úr igéjével van felvértezve, és az ő szava az erőssége. A Krisztus ereje a szeretetben rejlett. A szeretet erejében lett látható ebben a világban. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az ő szeretete mindannyiunké, és az ő szeretete meg tud változtatni a gondolkozásunkba, az érzéseinkbe, az akaratvilágunkban. A Krisztus ereje az ő békességében lesz látható a hívő emberben. Nagyon csodálatos dolog az, hogy ezeket a fegyverzeteket fel tudjuk venni magunkra, és ezekben tudunk járni. Nem úgy, ahogyan Saul ráadta Dávidra a fegyvereit, mert Krisztus mindenkinek személyre szabott fegyvereket ad, amit ő tud a legjobban használni, amit személyesen az én rám bíz, hogy véghez vihessem a győzelmet. Ahhoz, hogy felöltözzük az Úr fegyvereit, szükségünk van arra, hogy levetkőzzünk.
Ünneplőbe öltözni csak úgy lehet, hogyha az ember leveszi a munkaruháit, ha leveszi azokat a dolgokat, leteszi, amik alkalmatlanná teszik arra, hogy megjelenjen a megfelelő alkalmon. Sokszor ragaszkodunk a magunk szennyeséhez. Úgy gondoljuk, hogy anélkül nehezen tudnánk élni. Ha az ember nem veszi észre, hogy piszkos a ruhája, hogy esetleg nem illatot, hanem bűzt áraszt a régóta ránk ragadt dolgok miatt, akkor soha nem fogunk tudni felöltözni. Vagyis, hogyha nem vagyunk készek a bűneinket elrendezni, ha nem látjuk meg azt a nyomorúságot, amiben van az életünk, hanem elfedezzük azt, akkor nem lesz jó dolgunk, akkor nem tudunk újat kezdeni. Sokan azt gondolják, hogy az Úr erőtlen ült meg, hát hiszen nem tud az életemmel mit kezdeni, nem. Nekünk kell levetni azokat a dolgokat, amik akadályai annak, hogy felöltözzük azokat a fegyvereket, amiket az Úr adott a számunkra. Ma megvan a lehetőségünk, hogy levessük az Úr előtt mindazokat, amik megszegényítenek, levetkőzzük mindazokat, amik megerőtlenítenek, és odaadjuk neki az életünket, hogy aztán felöltöztethessen bennünket az üdvösség ruháiban. Hatalmas lehetőség ez, hogy az Úr olyan fegyvereket ad a kezünkbe, amivel győzelemre juthatunk. A hívő embert az Úr győzelemre hívta el. Én nagyon látom azt, hogy mennyire fontos, hogy az emberek is meglássák azt, hogy mi lelkiképpen élünk, és lelki módon harcolunk. Itt az ige azt mondja, hogy álljatok hát elő, körülövezvén derekaitakat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazság mellvasában. Az igaz lelkű ember mindenki számára vonzó, akiben megbízhatnak, akire támaszkodhatnak, aki valóban hiteles életet él. A Krisztusban erős ember hiteles életet élhet. Vajon téged igaz lelkűnek ismernek? Olyannak, aki ragaszkodik a Krisztus igazságához? A legnagyobb elismerést az életemben úgy gondolom, hogy főiskolás koromban kaptam, amikor pszichológiai órán sok mindenről szó volt, többek között a személyiségről, ki milyen személyiséget hordoz, és annak milyen hátrányai vannak. És akkor valaminek a kapcsán az egyik osztálytársam fölállt, és azt mondta, hogy van itt egy ember, aki hiteles, és amit mond, és amit vallatban meg lehet bízni, és rám mutatott. Hát én úgy meg is lepődtem ezen, hogy került a csizma az asztalra, de aztán nagyon hálás voltam az Úrnak, mert úgy is gondolom, és úgy is szeretném megélni az életemet, hogy az igaz lelkűséget észrevegyék azok is, akik ebben a nagyon igazságtalan, nagyon hamis és hazug világban nem találják a helyüket. Úgy gondolom, hogy nincs más igazság, csak a Krisztus igazsága, és az ember bármennyire a maga igazságához ragaszkodik, soha nincs igaza. De egy igazság van, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten,
hogy meghalt a bűnös emberért, hogy kegyelmet adott és üdvösséget szerzett, és az igaz lelkű embernek megvan az üdv bizonyossága, és hordozza az üdvösség sisakját. Nagyon nagy dolog, hogy a szívünkben ott lehet a bizalom, a hit és a reménység, hogy tudom, hogy kinek hittem, és tudom, hogy kinek a kezébe tettem le az életem. Testvérem, engedd meg, hogy megkérdezzem tőled, hogy neked van-e belső bizonyosságod, hogy Jézus Krisztus megváltott téged? Kihez tartozol? Az üres semmihez. Kihez tartozol? E hazug világhoz? Kihez tartozol? Magányos farkasként vagy? Az ember maga dönti el, hogy kinek adja oda az életét. Ma este mindnyájan megújíthatjuk a szövetségünket a megváltó Jézus Krisztussal. És aki még nem adta át az életét az Úrnak, odaadhatja bűneivel együtt, és részesülhet a megváltó kegyelmében. Pál apostol így szólította fel az efézusbelieket: Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét. Nekem kell a szövetséget megújítani az Úrban, és igenis kapok erőt a hétköznapi problémákhoz, kapok erőt a nem mindennapi problémákhoz, és legfőképpen a Szentlélek ereje által hatalomban és erőben élhetek Isten dicsőségére. Amen.